Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Zone, és a mai videóban pedig egy új cuccot fogunk megnézni, ráadásul egy menő kis blister. Lego Avengers Series 1-es sorozat a Marvel szuperhőseivel, ez az új széria, úgyhogy nagyon kíváncsian fogok bele ebbe az Echo Blister csomagba. 4 pak van benne, ami egészen jónak mondható, plusz a limitált kártya, amit meg lehet itt csúsztatni, de csak óvatosan, ahogy lesarkazzuk, de menő ez a kivágás még mindig. 24 kártya, nem tűnik rossznak igazából, több fajta limitedet is ki lehet gyűjteni, tehát érdemes többször is megvásárolni akár ezt a kis dobozt, nézni az elején, hogy milyen limited van benne, és akkor elkerülheted a duplákat, ez egy jó dolog. Nézzük meg, hogy mit tud a doboz, ugye a Blue Ocean új szériája igazából, ez a Lego Marvel-es, de szerintem jó pofa, végre valami újítás, nem mindig a Ninjago, meg a mit tudom én, Jurassic Dino, hanem most valami új témakör. Jól néz ki a limited, nagyon-nagyon szép, tényleg teljesen rendben, szép a csillogása is. Jól néz ki igazából, szokásos arany design. Viszont van itt 4 bontatlan csomag, 4 különböző kártyacsomag dizájnnal. Lessük már akkor őket. Nézzük meg, hogy mit tudnak ezek a kártyák. Nagyon szépen néznek ki. Mind a két oldalán információ, hogy az elején ne legyen ugye pontszám, ne rondíts el, csak a számozás, hogy hova kerül az albumba, minden más info, amit szeretnél, ott van a hátulján. Lego figura, végre megújul dizájn, én nagyon megnéznék egy ilyen dizájnt a Lego Ninjago-nál, hogy nem feltétlenül játékra van kitalálva, hanem inkább a gyűjtésre, erre felé tendál most jelenleg ugye az egész kártyagyűjtő szekció, hogy inkább gyűjtés, mint sem a játék a lényeg. Nekem ez nem okoz problémát, szerintem ez így is teljesen jó. Mind a két oldala amúgy annyira menő, hogy meg kell nézni. Itt vannak a pontszámok, ezekkel lehet játszani is, ha nagyon szeretnél. Teljesen rendben vannak, tök szuper lapok. Ugye 6 kártya van egy bontatlan csomagban, így blisterben megéri, hiszen ingyen van akkor a jó kis limitált, ami teljesen király. Így, micsoda jelenetek, tök jók amúgy, milyen szépen meg van csinálva. Ó, de jó! Milyen aranykártya ez? Azt a minden ide jól néz ki! Vasember! Fantasztikus dizájn! 2 vasemberes, de az egyik durvább, mint a másik. Ott a ritka lap! Ott a ritka lap! A gold kártya! 25 csomagonként van, és belenyitok a blisterből. Végre valami jóság is előkerül itt. Egy perec, egy jó kávé, a gonoszak reggelije, zseniális. Nagyon jó ez a széria, felfrissül dizájnnal, új képekkel, én rosszat nem tudok elmondani róla, főleg így, hát ezt be kell puhat okozni. Ezt muszáj, mert azért itt már vannak értékek is, tehát amit 25 csomagonként lehet nyitni, az bizony már egy értékesebb kártya, nehogy megsérüljön, ti is vigyázzatok a ilyen aranykártyát. Kibontotok. Ez tök szuper, ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, skacok. Legközelebb találkozunk a következő videóban. Gyűjtsétek ti is, hogyha megjött a kedvetek. Jó kis szériáról van szó. Sziasztok!